Sorra estek el a rendszerváltozás után komoly múltbéli gyökerekkel bíró, eredményfedezettel rendelkező Tolna megyei egykori kézilabdás fellegvárok. Már csak két a harmadik vonalnak megfelelő MB2-es csapata van a megyének. A bajnokesélyes Dunaföldvár és a stabil középcsapat Hőgyész. Ez utóbbi a maga nemében kuriózum. Éppen azért, mert nincs a településen középiskola, nincsenek potenciális támogatóknak tekinthető cégek. Hőgyész egyébként Dél-Dunántúli gyűjtőhelye az MB2-es szinten játszani akaró és tudó idősebb játékosoknak. Cseppet sem mellesleg, a volt kitűnő játékosból lett edző, Bán Tamás, aki még ha akarna, nyugodtan játszhatna is, egy igazi integráló személy a hőgyészi kézilabda megmaradásában. Itt azért a 80-as években, 90-es évek közepéig azért egy nagyon komoly kézilabda élet folyt a településen, hát akkor ugye még egy szabadtéri pályán, ott a sportpályán voltak a mérkőzések, akkor lehetett, most már ugye nem lehet, és ez az egyesület, ami most egyébként jelen pillanatban az MB2-es délnyugati bajnokságban szerepel, ez 1996-ban alakult, és 2008-tól vagyunk ebbe az osztályba. Hőgyészen néhány ember erős kötődéssel sporthághoz, saját pénzből nyújtott nem kis támogatása révén nemhogy megmaradt, hanem stabilizálódott felnőtt szinten MB2-ben a kézilabda. Noha a kézilabda MB2-ben férfi vonalon a játékosoknak juttatott teljesítmény ösztönző pénzek is jelen vannak, Hőgyészen határozottan állítja Bán Tamás, ilyen célra egyáltalán nem futja. Egy nagyon fontos dolog, hogy mi ezeket a támogatásokat oda költjük, ahova való, tehát az utánpótlás nevelésre, úgyhogy nagyon remélem, és ami most egyébként látszik is, tehát egyre több saját nevelési hőgyészi gyerek van a felnőtt keretben is. Az általános iskola, a képzés fellegvára, U15-től itt pallérozódnak a fiatal játékosok, azok is, akik már Tamásiba vagy éppen Szekszárda járnak valamilyen középfokú oktatási intézménybe. A Gyönki gimnáziumból érkező játékosok alkotják a hőgyészi ifjúsági csapat gerincét. A Farkas Attila, illetve a Gadányi Tibor trenírozza a gyerekeket, hát ugye mindenkinek megvan ehhez szükséges edzői végzettsége, hát az Attilának, ő NB1-es edzői múlttal is rendelkezik, tehát nagyon komoly szakember. A felnőtt csapattal vagyok én tulajdonképpen, és hát a cél az, hogy idővel majd egyre több és több hőgyészi gyerek játszon, tehát én azt gondolom, hogy a szülőknek, hozzátartozóknak, vagy itt a településen élőknek is fontos az, hogy helyiek játszanak a csapatba. Ugye ezt tudjuk más sportágokból is, hogy ezt nem lehet mindig megoldani helyi gyerekekkel, tehát hogyha komolyabb eredményt szeretnénk elérni, akkor viszont szükség van a rutinosabb vidéki játékosokra is, de én úgy gondolom, hogy ők is nagyon, nagyon szeretnek itt Hőgyészen játszani, illetve hát mi Tamásiba játsszuk a hazai mérkőzéseinket, tehát nagyon szeretnek ebben az egyesületben sportolni, úgyhogy őket szinte családtagnak tekintjük már. A Hőgyész MB2-es meccseit 200-300 néző látogatja Tamásiban, így sajátos hangulatú, mások által irigyelt légkörben játszanak az úgynevezett hazai meccseiken Bán Tamások. Ha megépülne a hőgyészi csarnok, akkor én azt gondolom, hogy itt így is átjár egyébként egy 200-300 néző a nagy rangadókon, tehát egy Kalocs, egy Mecseknádas ellen azért mindig vannak. Hogyha ez itt megépülne, én azt gondolom, hogy itt sokszor teltház lenne, és lehetne csinálni egy igazi katlant, ahol azért az ellenfél játékosainak, meg a játékvezetőknek azért tudnánk okozni pár kellemetlen percet. Már így is okoztak, illetve okoznak is meglepetést az idei bajnokságban. A több generációs Hőgyész momentán az 5. helyen áll a 12 csapatos, roppant kiegyenlített MB2 délnyugati csoportjában. Úgy, hogy vannak még a vírus miatt elmaradt, nyerhető meccseik. Na és az sem kizárt, hogy éppen a hőgyésziek töltik be a mérleg nyelve szerepét a Dunaföldvár Kalocsa Nagykanizsa külön harcban a bajnoki címért, illetve a dobogós helyezésekért 2021-ben.